Sziasztok, a Nemen Gábor Lázs, és itt éppen Las Vegasban vagyunk a CES 2017 kiállításon, ahol az Asus bemutatott egy új telefont, ami nem csak szép, hanem nagyon jó technikai adatokkal is rendelkezik, és remélhetjük, hogy jó áron is fogja majd árulni. De a Zenfone 3 Zoomról van itt szó, itt feketében látok egy kicsit, itt jobban látszik egy kicsit az asztalon, van egyszer ezüstben, meg feketében, nagyon szép színekben itt kicsit, ide van ragasztva erre az a kis... tálcára. Kettő kamerája van, igazából az a lényeg, hogy itt is megint zoommal működik majd a telefon, mint hogy az iPhone 7 Plus is most bebizonyított, hogy ők is tudnak dual kamerát. Persze van új lenyomat olvasunk, sok szenzorunk, tehát olyan kettő lámpával, lézerszenzor, meg mindenféle más technológiával rendelkezik itt az Asusnak a készléke, ami egy 12 megapixeles kamerával van amúgy hátul. 12 megapixel van hátul beleépítve, elő meg 13 megapixel tartok bele, és mind a kettő eléggé jó fotót is csinál elvileg, hogyha nincs túl sok fény. 7,99 mm vékony, és olyan vastag, mint egy Samsung Galaxy S7 telefon, de ebben 5000 mAh akkumulátor van egy 5,5 inches méretre. Azt itt látjuk majd, hogy a képernyő eléggé nagy, de az Android gombok a képernyőn kívül vannak, úgyhogy még többet tudunk felhasználni igazából az egész képernyőnek a felületéből. Tehát, ha elindítjuk a készüléket, látjuk majd, hogy szépen tudnánk fotózni, és ahogy említettem, tudnánk zoomolni is, akár 2,3-szor optikailag elvileg, idáig is, hanem majd digitálisan folytatja, onnantól kezdve persze már csak inkább pixeles lesz az egész, de nagyon jól néz ki a minőség, hogy engem kérdeztek egyenlőre. De megfordítjuk a kamerát, amely látjuk, hogy szép a széles látószög is, f2.0-val 13 megapixel tudunk elő fotót lőni, és itt Zsófia tartja szépen a kamerát, meg én is benne vagyok, úgyhogy nem is tartom, hogy messze van, 30 centire van a kamerától, itt most éppen a készlék. Sok nem más nem akarok róla bemutatni, csak azt, hogy egy 4 RAM-os persze Qualcomm Snapdragon 800 vagy 625-ös készlékről van itt szó, vagyis árban ebben nem lesz túl drága, egyelőre Android 6.01 van rajta, de remélem majd egy 7.0-as Nougat update-et is fog kapni, és sok további információt majd kaptok persze az YouTube csatornában, hogyha mégis jelent a készlék, februárban kéne elvileg, hogy már a boltokba kerüljön, addig kíváncsi vagyok, hogy mit találunk még ki erről a telefonról, tapintása meg első benyomása eléggé szép, csak kérdés persze, hogy majd mennyire fog kerülni, és hogy tényleg hosszú távon milyen jó a 4K kamera meg a fotó kamerája is hátul meg előbb. Köszönöm részek, a nevem Gábor Lázs, és legközelebb ne felejtsetek feliratkozni a YouTube csatornákra.